Sok szeretettel köszöntöm kedves nézőinket! Önök a Buda környéki televízió híradóját látják. Kérem először tekintsék meg főbb híreinket röviden. Megkezdődött az új városháza építése Török Bálinton. Novemberig csúszhat az általános iskola felújítása Budakeszin. Szeptember közepéig tolódik a budaörsi Mindszenty iskola felújítása. Támfallal védik a Mária völgyi ingatlanokat Budaörsön. Megújul a régi focipálya és az öltöző épület Török Bálinton. Testvérvárosi vándorkiállítás nyílt Török Bálinton. A polgármesteri kabinet és külön Elek Sándor városvezető is napi szinten kíséri figyelemmel az új városháza építésének munkálatait Török Bálinton. Nyilatkozta a település első embere, aki évvégére szerkezetkész állapotban szeretné látni a városháza új épületét. A polgármesteri kabinet részéről dr. Horthy István, akit megbíztam, hogy tartsa rajta a kezét, figyelmét ezen a beruházáson. Földvári László a polgármester úr nap mint nap, napra készek. Minden szerdán egyeztetés van, projektegyeztetés. Egyébként meg magam, amikor csak tudok, megnézem, hogy hol tart az építkezés. Mikor semmi nem változott is az elmúlt egy-két napban, akkor is voltam már vagy ötször. Mi a sorrendje az építkezésnek? Természetesen megtörtént a geodétákkal a kimérés, és ezek után most már földmunkák van. Lehet is látni, hogy van benne már földmunkagép. Gondolom, hogy először megcsinálják a teleprendezéseket, utána alapkivétel lesz, alapozás is. Reméljük, hogy látványosan még az ősz folyamán ki fog nőni a földből valami kis apró csoda, amit mi ide képzeltünk, ide álmodtunk. Késésbe vagyunk, ha csak a fecskefészekre gondolok, ugye? Másfél hét késésben vagyunk, a bontással vagyunk késésben egyébként, vagy voltunk késésben, de hát a fecskefészek probléma is megoldódott, bár nem volt egyszerű, de ezt a kérdést is sikerült abszolválni. Polgármester úr, mit szeretne az év végére, hol tartson az építkezés? Én azt szeretném, hogyha szerkezetkész lenne, bár lehet, hogy ez csak egy álom, de ha szerkezetkészig, szerintem ez a kivitelezőnek is a terve, ha szerkezetkészig föl tudják húzni, és jön egy gyengébb, kevésbé zimankós tél, mint ami az előző volt, akkor végig mehetnek akár a belső építészeti munkák is, mert tudjuk, hogy manapság azért a technológia már azért máshol tart, mint régen, tehát hogyha mínusz környékén van, akkor is teljes lendülettel tudnak belső építészeti munkákat végezni. Javában zajlanak az elsősorban pályázati forrásból folyó energetikai felújítást célzó munkálatok a Széchenyi István általános iskolában. Bóti Zsuzsanna igazgató bízik benne, hogy a nyílászáró cserék, tetőjavítási munkák tanévkezdésig lezajlanak, novemberre pedig már csak a homlokzat minél színesebb festése marad. Ez egy kicsit nagyobb felújítás, mint ami évről évre megszokott a nyári szünetben? Igen, szerencsére az önkormányzat pályázott, és a pályázat nyerteseként az iskola egy energetikai felújításban részesül. Az energetikai felújítás része a nyilászáró csere és a szigetelés, és hát ezáltal új színe is lesz az iskolának. Világos színeket próbáltunk meg, hát a sötétbarna farészek, azok azért meghatározták, hogy milyen szint lehet hozzá választani, és hát szeretnénk, hogyha itt a szélfogó rész is megújulna, itt ez a bejárati részen, és hát természetesen most azért még kiderült, hogy azért a tetőn is van még majd mit javítani, úgyhogy hát szeretnénk azt, hogy legalább belül, amikor megérkeznek a gyerekek szeptemberbe, akkor már rend legyen a termekbe, úgyhogy erre törekszünk, próbáljuk a beruházót arra sarkalni, hogy a nyilászárók ki legyenek addigra legalább cserélve, ez már júliusra kellett volna, egy kicsit csúszásban vagyunk, és a külső szigetelés, színezés az csak november hónapra fog elkészülni sajnos. A múlt télen azért nem volt nagyon melegünk, ugye voltak problémák a fűtéssel, de szerencsére a tankerület a kazánjainkat megjavítatta. Hát jó lenne új kazán is, de már az is nagyon jó, hogy a 18, igaz, hogy 30 éves C40-es kazánok, de megújulnak, és télen reméljük nem lesz gond, és hát ráadásul hogy most új nyilászárók, új szigetelés, úgyhogy reméljük, hogy így a fűtés az biztosított lesz az iskolában. Festés sehol nem lesz, tehát a kazán felújítás elvitte az egész keretünket, úgyhogy takarítás maradt, és hogy valahogy működőképessé tegyük, a régiekből próbáljuk összebarkácsolni a dolgokat, úgyhogy nem olyan egyszerű, de hát én úgy gondolom, hogy azért még az ősz hátra van, meg a tavasz is, tehát hogy az év során legalábbis azt az ígéretet kaptuk,
az önkormányzattól is és a tankerülettől is, hogy folyamatosan segítenek minket. Szeretnék egészen, hogyha a tető megjavul, akkor a könyvtárnak a rendbetétele, egy tanári szobának a kialakítása, ugyanis ebben az iskolában nem működik tanári szoba, tehát szeretnék egy tanári szobát kialakítani, ez nagyon fontos lenne. És ami még a gyerekek biztonsága miatt rettentő fontos lenne, hogy egy beengedő rendszerünk legyen. Bár a felújítási munkálatok tovább folynak, szeptember 1-én elkezdődik a tanév a budaörsi Mindszenty József Római Katolikus Általános Iskolában. Tájékoztatott Szabó István igazgató. A földszint és az első emelet gyakorlatilag elkészül a kezdésre. A második szint várhatóan szeptember közepére készül el. El fogjuk tudni kezdeni a tanévet. Igaz, nem a 100%-osan teljes egészében elkészült épületünkbe, de mindenképpen megkezdjük a tanévet olyan formában, hogy a mai naptól elkezdem átvenni a már kész épületrészt. Ez a már kész épületrész az a jelenlegi földszint, illetve az első emeletünknek a szintje, ahol már rögtön tudunk is takarítani, el tudjuk kezdeni a takarítást. A második szint, az, amelyik ugye újonnan épült szint, az valóban egy kicsit csúszásban vagyunk, ez várhatóan szeptember közepe tájékán fogjuk tudni csak teljes egészében átvenni. A B-terv az ugye arról szólt, hogy mi van akkor, hogyha nem tudjuk az egész épületet teljes egészében átvenni. Szerencsére a budaörsi önkormányzat mögöttünk áll, és tudott nekünk segíteni, meg tudtunk abban állapodni, és tudtunk támogatást kapni arra vonatkozóan, hogy a tavalyi évben a régi postaépületet ugye általunk használatban volt, ezt most átmenetileg még ebbe az ominózus 2-2 és fél hétbe még tudjuk tehát használni. Hála a budaörsi önkormányzat képviselőtestületének, polgármester úrnak. Fontos támfalat építenek Budaörsön a Mária völgyben, hogy megakadályozzák azt a suvadást, ami kárt tehet az ott lévő infrastruktúrákban és ingatlanokban. A beruházásról Bakó Krisztina, az egyes számú választókerület egyéni képviselője adott tájékoztatást. Egy szakértői vizsgálat feltárta, hogy ennek a vízmosásnak, mert ez itt egy vízmosás, bár víz az már jó ideje nem folyt benne, ennek a vízmosásnak a fala meggyengült, és a szakértőik azt javasolták, hogy mindenképpen erősítsük meg, ugyanis az utóbbi évtizedekben megváltozott ennek a területnek a beépítettsége, megváltozott a terhelése, sokkal több autó jár erre, és az út, illetve az út használat, valamint az, hogy beépült ez a hegyoldal, ez olyan hatásokat váltott ki a talajban, ami veszélyessé tette ezt a völgyet, illetve ezt a völgy oldalt, ezt a partfalat. A szakifejezés az erre, hogy suvadás indul meg, az azt jelenti, hogy elindulhat a föld lefelé, és ennek a mozgásnak jeleit már érzékelték. Azt nem szerettük volna megvárni, amíg tényleg egy földcsuszamlás komoly problémákat okoz, ez időszerű volt már, ezért kell ezt megcsinálni. A továbbiakra nézve hosszú évtizedekre, sőt reményeink szerint a következő végtelen időszakra ez majd lehetővé teszi, hogy itt továbbra is ugyanilyen szép környezetben élhessünk. Megújul a régi focipálya Török Bálinton. Műfüvet telepítenek rá, és a kiszolgáló épületet is felújítják. Földvári László alpolgármester tájékoztatása szerint a pályázati pénzből és önkormányzati önrészből megvalósuló projekt csaknem 30 éves hiányt pótol. Az egyik szemünk sír, a másik pedig nevet, szokták mondani, és most is így van ez. Lévén, hogy a füves pályánkat, a régi füves pályánkra lesz egy új nagy műfüves pálya lesz telepítve, és hát ennek a focisták nagyon örülnek, mert rossz időben is tudnak majd edzeni egész éven át. Ugye idén már építettünk önkormányzati forrásból egy kisebb műfüves pályát, ez viszont egy elnyert pályázat keretében építjük önkormányzati önrészsel. Ez hála Istennek azért kíméri a mi költségvetésünket is, és 30 éves elmaradt ígéreteket pótolunk be. A kiszolgáló épület is megújul. Erről mit kell tudni? Igen, az is egy pályázat keretében újul meg, az önkormányzat itt is önrészt biztosított, és lévén, hogy olyan technikai, műszaki változtatások lesznek az épületen, ezért a fűtéskorszerűsítést is megoldjuk, és energetikai korszerűsítés is lesz az épületen belül, azon kívül, hogy megújul a vizes blokk, és tulajdonképpen az egész belseje megújul az épületnek. Én azt hiszem, hogy a
törökbálinti futballisták erre nagyon régóta várnak, és nagyon fognak neki örülni. Törökbálint várossá válásának 10. évfordulója alkalmából került sor a Székelyudvarhely Soroksár Törökbálint vándorkiállítás megnyitására, elsőként a Munkácsy Mihály Művelődési Házban. A Dunától a Nagyküküllőig című kiállításról Hadik András művészettörténész értekezett. Jöjjön létre egy olyan kiállítás, ami három testvérváros képzőművészeinek a válogatott anyagából állna össze, és ezt fölkarolta a Soroksári Fehér Asztal Társaság, illetve a Törökbálinti Faluszépítő Egyesület, és majd később az önkormányzat is elment, mondott erre a jó gondolatra, ami szerintem testvérvárosok művészeinek jobb megismerését, kapcsolataiknak bővülését eredményezheti. Minden városból két művész szerepel ezen a kiállításon. Ott dominálnak a festők egyébként. A törökbányt részéről én például, mivel édesapámot, Hadik Gyulát javasolták, hogy vegyen részt poszthumusz ezen a kiállításon, ezért én szobrokat javasoltam, mivel hogy szobor egyébként nincsen ezen a kiállításon. Ez két szobor, egy 2004-es önportré Vörös Márványból, illetve egy 60-as években, még a korai korszakában készült Fehér Márvány dombormű. Mind a kettő tulajdonképpen a klasszikus szobrászati eszközöknek a ismeretét és megfogalmazási lehetőségeit tartalmazza. A másik törökbálint egy festőművész, aki egyébként rajztanárként végzett, majd később alkalmazott grafikával is foglalkozott, és 2010 óta elsősorban festészettel, többek között portréfestészettel foglalkozik. Itt most két olyan képe van, amit tulajdonképpen valószínűleg fotóból indul ki, de a festészet klasszikus eszközei föllazítja a fotó témát. Két útmenti esemény vagy helyszín jelenik meg ezen a képen. Felhívás Perbál szebbé tételéért. Tegyük szebbé településünket címmel felhívás olvasható Perbál község honlapján Harkai Gábor atya és a Perbáli Egyházközség kezdeményezésére. Ebben arra kérik a lakókat, hogy kiki egy elhanyagoltabb terület kitisztításával, virágültetéssel, közterületi virágsziget örökbefogadásával járuljon hozzá a falu élhetőbb tételéhez. A közlemény teljes szövege a perbál.hu olvasható. Szeptembertől újraindulnak a táncházak a Pilis Csabai Klarisszában. A Pilis Csabai Táncház Egyesület szervezésében szeptemberben megkezdődik az új táncházas szezon. Ősztől szombatonként lesznek a táncházak, kézműves műhellyel, aprók táncával, adatközlő zenészekkel. Részletek a város honlapján. Állás lehetőségek Pátyon. Páty önkormányzata közterületfelügyelői állást hirdet a település honlapján, ahol a Páty vagyonkezelő és közműüzemeltető non-profit Kft., azaz a PVK sportpálya karbantartó gondnoki állásra keres jelentkezőket. A helyi iskola pedig két fő takarítót keres. Bővebben a páty.hu-n. Hagyományos borfesztiváljára készül Budajenő. Egy barátságos falu, Budajenő nagyobbra nyitja kapuit, és szeretettel invitál mindenkit szeptember 16-ai borünnepére, melyen fellép a Gimes Együttes. Önök a Buda környéki televízió híradóját látták. Műsorainkat megtekinthetik a www.budakörnyekitv.hu weboldalon is. Munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!